A Tamási Aranyalma Waldorf iskola növendékeinek művei színesítik ezúttal a Kindl Kupola galériát. Az emeleti részre érkezőket igazán kellemes hangulat fogadja, harmonikus színösszeállítással készült művek köszönnek vissza a falakról. Volt már waldorfos kiállítás, csak akkoriban még a tanárképzésnek a résztvevői mutatták be, hogy hogyan alkotnak a tanárok, és most pedig lehetőségünk nyílt rá, hogy a gyerekek munkáit is megmutassuk, és gyakorlatilag most az óvodától az 5. osztályunkig, ami ugye a legmagasabb osztályfokunk most az iskolába, meg lehet nézni azt, hogy honnan, hová jutnak el a gyerekek így a művészettel való nevelés kapcsán. Egy nagy egység látható így a képekben, ennek oka ugye az alapszíneknek a használata, hogy mindegyik gyerek a 3 alapszínből indul ki, illetve fokozatosan tanulják meg ezeknek a használatát, illetve bővítjük a színpalettákat, tehát hogy azonos festékekből, azonos színekből indulunk ki, hát és ki a maga személyiségének megfelelően. Én azért azt gondolom, hogy vannak harsányabbak is, csak talán így az összkép egy ilyen nagyon harmonikus képet mutat, alakítja ki a saját maga munkáját, hogy ő most egy kicsit olyan kolerikusabb, tüzesebb, vagy pedig egy kicsit olyan vizesebb, és akkor inkább ezeket a kékeket, lágyabb színeket használja. Ez eltérő azért szerintem gyerekenként. A kiállított darabok között felelhetőek a legkisebbek alkotásai is. A gondos kis kezek is azon munkálkodnak, hogy egy-egy produktumon keresztül a lehető legtöbbet mutassanak meg magukból. Tematikusan válogattam, azaz, hogyha körbe megyünk a galériába, akkor gyakorlatilag kezdődik bent a kupola hátsó részében az ovi, ahol évszakakhoz kapcsolódóan mutatnak be egy kis ízelítőt az óvodai vizuális világból, és akkor a galériának az a felépítése, hogy 2. osztály, 3. és egészen az 5. osztályig ilyen tematikusan láthatók a munkák, tehát hogy gyakorlatilag látszik az a fajta ív, hogy honnan indulnak, az áramló színes foltokból az egészen konkrét megfestésekig, meg megfogalmazásokig láthatók itt a munkák. Nem téma alapján, mert a téma az nagyon sokszínű. Egyrészt mindig kapcsolódunk az epohákhoz, tehát azokhoz a tananyagokhoz, amit éppen aktuálisan tanulnak a gyerekek, illetve kapcsolódnak az évszakünnepekhez, ünnepkörökhöz, az évszakhoz magához, és rengeteg egyéb más történetet is kapnak, ami alapján akkor megfestik a képeiket. A Waldorf iskolában a festés óra kiegészül kézi munkaórával is, az itt készült alkotások is helyet kaptak a tárlatban. A hét folyamán mindenkinek van festés órája, illetve kézi munkaórája is, és ezek mindig ugyanakkor vannak, tehát szakóraként szerepelnek a tantárgy felosztásban, tehát a főoktatás után szoktuk ezeket a szakórákat tartani, és akkor van festés. A kézi munkák is tematikusan láthatók, tehát 2. osztály, 1. és 5. osztályig láthatók, tehát a kezdeti kis körmöcskéktől elkezdve az 5. osztályban az 5 üvvel készült zokniig megtalálható, és itt is epohához kapcsolódóak általában, tehát például a magyarság epohához kapcsolódóan tarsót készítettek, de most készül a 4. osztálynál a keresztszemes hímzés, tehát hogy itt is osztályfokokra vannak bontva. Az iskola örömmel fogadta a lehetőséget, hogy a diákok munkáit egy kiállítás keretében mutathatják meg a nézőközönségnek. Nagyon örültek, hogy így viszont láthatják, és én azt gondoltam, hogy nagy ez a galéria, és lehet, hogy mindenkinek a munkája kifér, és amikor így csoportosítani kellett, hát kevés, tehát hogy lehet, hogy nem mindenkinek sikerült most kiállítani a munkáját, de mivel nagyon-nagyon sok van, így biztos, hogy helyet kap más alkalommal a többiek munkája is, tehát hogy nagyon szerették és nagyon élvezték, hogy szerepelhetnek most így a képeikkel. A látogatók visszajelzéseiben egy szó minden alkalommal elhangzott. Hogy milyen színes. Tehát ez egy általános visszajelzés volt, hogy milyen szép színes, és hogy megtelt ez a tér. Valóban, valóban. És igen, mind a mellett, hogy színes, harmonikus is, és nagyon szépek szerintem is. Egyébként a kiállítás amellett, hogy ugye a lehetőséget megkaptuk, nagyon jó alkalom arra is, hogy a leendő diákjaink, akik még iskola választás előtt álljanak, bejöjjenek egy kicsit, és megnézzék, hogy a művészet hogyan képviselteti magát a Waldorf iskolákban. Tehát egyrészt egy jó program, másrészt meg egy kicsit lehet ismerkedni így általuk velünk is, hogy mi hogyan nevelünk a művészettel. A fiatalok kiállítása április 1-ig várja az érdeklődőket a Kindl Kupola galériában.